Az első percek kosárváltása után ellépett ellenfelétől a hazai csapat, és bár a vendégek igyekeztek tartani a lépést, 29-22-es nyíregyházi vezetéssel zárult a pontgazdag első negyed. A folytatás is hasonlóan alakult, a kék cápák uralták a mérkőzést, a második negyed végén került némi porszám a gépezetbe, amikor 5 pontra zárkózott fel a Hódmezővásárhely. Egy időkérés után azonban ismét elkapta a fonalat a házigazda, Szura utolsó pillanatban szerzett kosara pedig azt jelentette, hogy 12 pontos nyíregyházi előnyél vonultak a nagyszünetre a csapatok. A harmadik negyedben végleg eldőlt a mérkőzés, a vendégek mindössze 8 pontot szereztek, szemben a hazai 17-tel, így a záró 10 perc már csak formalitás volt, magabiztosan győzött és jutott a négyes döntőbe a valamennyi játékosát pályára küldő Nyíregyháza Blue Sharks. Jól kezdtük a mérkőzést, nem úgy, mint a Békés ellen, és ezért tudtuk átvenni a vezetést, és ezt végig meg tudtuk tartani a mérkőzés végéig. Összeraktuk a játékunkat, illetve a védekezésbe váltani tudtunk, és igazából megleptük őket, nem tudtak a védekezésünk ellen támadni, zónavédekezésünk ellen, illetve a váltás védekezésünk ellen, de nagyon örülök a győzelemnek. A csapatkapitány Nagy Krisztián 21 ponttal és 11 lepattanóval járult hozzá a nyíregyháziak döntőbe kerüléséhez. Összeszedett volt a taktikánk, és el tudta viselni a csapat azokat a hibákat, ugye a ki nem kényszerített hibákat, amiket vétettünk, viszont rögtön ki is tudtuk javítani, illetve úgy gondolom, hogy a harmadik negyed végére a 15-20 pontos előnyt tudtuk tartani, és valahol egy kicsit megtörtük az ellenfelet. A negyedik negyed szinte már csak úgymond az idő lepergetése volt. Úgy éreztem, hogy a Vásárhely már nem motivált, nem akarnak ezért a mérkőzésért küzdeni. Mi viszont az utolsó pillanatig koncentráltan, fegyelmezetten játszottunk, mind a fiatalok is az utolsó pillanatokban, úgyhogy ennek köszönhetjük a győzelmet. A HEP Kupa 4-es döntőjét a Magyar Kupa döntőjével egy időben és egy helyszínen február 16-a és 19-e között rendezik Győrben. A nyíregyháziakon kívül a Vasas második csapata, az Oroszlány és a Tehetséges Fiatalok Budapest került a fináléba. A kék cápák az elődöntőben utóbbi csapat ellen lépnek pályára. Addig azonban még 4 bajnoki meccs vár Nagy Krisztiánékra, elsőként szombaton 16:30-as kezdettel a Debrecent fogadják a kék cápák.